A kormány április végén jelentette be, hogy nemzeti konzultációt kezdeményez az állampolgárokkal. 12 kérdést tesznek fel a bevándorláshoz, megélhetési bevándorláshoz, illetve részben a terrorizmushoz kapcsolódóan. A kérdőíveket 8 millió példányban küldték ki, de május 31-től interneten is választ lehet adni a kérdésekre. Eddig 500 000-an juttatták vissza válaszaikat a kormány felé, melyekből kiderül, a válaszadók 90%-a támogatja, hogy szigorúbb legyen a szabályozás a Magyarország illegálisan érkezőkkel kapcsolatban, mind az őrizetbevételt, mind a visszafordítást illetően. Továbbá a többség egyetért azzal, hogy a munkaerő és népesedési kérdéseket ne bevándorlással, ne a migráció engedélyezésével, hanem családtámogatási eszközökkel oldják meg. Kíváncsiak voltunk a makóiak, mit szólnak a nemzeti konzultációhoz, és mit gondolnak a bevándorlás kérdéséről. Mindenki maradjon ott, ahol odavaló. Én azt mondom. Ugye politikai menekülteknek meg kéne adni a jogot, viszont ez a bevándorlók meg nagy mennyiségben jönnek, és szerintem Magyarország nem bírja őket igazán elhelyezni, ellátni. Itt amúgy sincs munka lehetőség az embereknek. Azt a külföldiek, vagy kik elveszik még azt a kicsit is a magyaroktól. A kormány a kérdőívek mellett óriás plakátokon is a nemzeti konzultációt hirdeti. Az ország több pontján és Makón is akadnak ilyen plakátok, ám ez van, akiben nem tetszés nyilvánított ki. Az Aradi és a Kertész utca sarkán lévőt éppen tegnap délután takarta le a Demokratikus Koalíció makói csoportja. A nemzeti konzultációs plakát az adófizetők pénzén készült, ezért megrongálni nem szándékozzuk azt. Ugyanakkor vizuális környezetszennyezésnek tartjuk, éppen ezért egy takarófóliával fogjuk eltakarni, hogy megvédjük az embereket ettől a káros behatástól. A plakátok lefestése, rongálása bűncselekmény. Szegeden szerdán festett le 7 nemzeti konzultációs plakátot két fiatal, akik akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A Demokratikus Koalíció nem gondolja, hogy az ő tettük bűncselekmény lenne. Én azt gondolom, hogy ezt a hatóságok el fogják dönteni. Gyakorlatilag rongálást nem fogunk végezni a plakáton, lefesteni nem fogjuk, kárt nem fogunk benne okozni, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez nem járhat semmilyen következménye, de abban az esetben, hogyha bármilyen eljárás indul ellenünk, természetesen állunk elébe. A Demokratikus Koalíció makói csoportja tegnapi sajtótájékoztatóján egy másik témában a szerda reggeli ivóvíz hiányra is reagálni kívánt. Hangsúlyozták, a makóiak nemzeti konzultáció helyett ivóvízellátási biztonságot szeretnének. Habár egy elektromos berendezés meghibásodása okozta a problémát, a párt szerint az üzemzavar összefüggésbe hozható a rezsicsökkentéssel, ugyanis azóta nincs éjszakai ügyelet a városi vízellátásban.